Halló, sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Ahogy látjátok, itt lök az autóban, ugyanis nem máshova megyek, mint az automosóval, meg kell tankolni az autót. Jelenleg a Davis otthon alszik, a feleségem is otthon van, tehát nem jöttek velem, aztán délután nem máshova kell mennem, mint vissza kell vinnem az egy rövidnadrágot, amit tegnap vásároltam, ugye mutattam nektek. De még mielőtt akármit is csinálunk, mutatom, itt való kint megállok. És van hozzátok egy kérdésem, amit most már lehet, hogy láttatok a videóból, a videó címéből. Megálltam, ide mutatom, ide kívül, innét kijöttem, ugye ott lakunk ott hátul, ide kijöttem és ide félrehúztam. Látod, itt áll mindig ez a limuzin. Vagy itt áll, vagy ott áll, vagy valahol mindig áll. Már kérdeztem tőletek ezt a kérdést korábban, körülbelül, én azt mondja, egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Honnét nézitek a videóimat? Ugye honnét vagytok? Honnét nézitek a videókat? Én rettentő kíváncsi lennék rá. Egyszerűen, akkor kérdeztem tőletek, ugye mindenhonnét néztétek? Magyarországról, Amerikából, Magyarország ugye több részéről, és rettentő kíváncsi lennék megint, hogy ugye nőtt a csatorna azóta. Tehát hiszitek vagy nem, nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de elértük a 60 ezer feliratkozót. Most már 60 ezer, ha jól láttam, 400-nál vagyunk, átléptük a 400-at, én rettentően örülök neki, és tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni ugye a feliratkozást, a sok lájkot, ugye a szeretést a videókra, sok jó kommentet, én mindenkinek rettentően köszönöm, és én remélem, hogy egy nap el fog érni a 100 ezeret, ugye a cél az a 100 ezer, mert 100 ezernél kapsz egy ilyen YouTube ezüst gombot, és én rettentően szeretnék egy olyan gombot ugye egy nap, hogy mikor érjük el, egy év múlva, vagy lehet, hogy korábban, vagy 3 év múlva, nem tudom, de egyszer majd csak ugye elérjük. Amúgy minden új feliratkozót szeretnék üdvözölni itt a csatornán, ugye mióta elindult ez az valami 5, ugye ez az új valami 5, azóta újabb feliratkozók jöttek itt a csatornára, tehát a feliratkozók száma egy kicsit megnőtt, és minden új feliratkozót szeretnék itt üdvözölni. A valami 5 ugye folytatódni fog tovább, a héten is veszek fel újabb részeket, valószínűleg a Lucas-szel, lehet, hogy még az öcsémmel is, ugyanis még nagyon sok ötletem van, hogy mit szeretnék lefilmezni, de nincs időm, ugye mindig nincs időm, ugye vagy dolgozunk, vagy valahova kell menni, volt az autóvásárlás, most költözni fogunk, de lesznek még érdekesebb valami ötös videók. Most még nem más fogunk csinálni, mint el fogok menni, és megmosom az autót, ugyanis rettentő poros, ami nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de innét, onnét, mintha kezdene felősödni, látod, ilyen sötét az ég, ugyanis délutára esőt mondott, vagyis estére, az autó rettentő poros, ezt lesz szeretném mosni. Aztán lehet, hogy megmutatom az autó, ha le van most, vagy hogy néz ki a sötétítés az autón, is többen kérdeztétek, hogy mi a legális, mi az illegális, ugye, hogy milyen sötét az ablakom, ugye belülről nagyon nem lehet látni, kívülről lehet látni, hogy le van sötétítve, úgyhogy gondoltam, hogy erről egy kicsikét beszélek, aztán gyorsan elmegyek és megtankolom az autót, ugyanis mutattam, hogy mennyire van üresbe. Látod, itten csörög, 56 km-re elég még a benzinem, ott mutatja, hogy a pirosba vagyok, és én azt mondom, hogy legelőször elmegyek, megtankolom az autót, aztán meglátjuk. A múltkor elfelejtettem lenullázni, hogy hány kilométerre elég pontosan a benzin, úgyhogy ezt most meg szeretném tenni. És jövő héten, általában ilyen egy hétre elég a benzin, attól függ, hogy mennyit autózok. És megnézzük együtt, hogy hány kilométert tudtam elmenni egy teli tank benzinnel, meg mennyire tankoltam bele pontosan. Aztán kiderül, hogy mennyit eszik az autó egész pontosan. Megjöttünk, itt van a benzinkút, ahol általában szoktam jönni tankolni, meg itt van mellett mindjárt az automosó is. Itt van egy gumis is, csak az a valami, hogy zárva van, úgyhogy nem fogom tudni megcsináltatni a kerekemet. Na, hová állunk? Azt hiszem, hogy ide mindjárt a legelsőbe be is állok. Megtankoltam! Megyek itt a hátsó úton, a hátrafelé, ugyanis ott van az automosó. Aztán mindjárt megnézzük, hogy hol áll ez a kilométer. Már én itt egy autó, ezt elengedjük. Megálltam itt várni az automosonál, látod, itt valakit megvárunk, még elmegy, azt itt megmossuk. Az autóm jelenleg, látod, tele van tankolva, 581 km van az autóba, és tele van tankolva, egész pontosan 78 dollárért tankoltam bele, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig lesz elég a benzin. Próbáltam lenullázni itt ezt a kilométeres, hogy ugye mennyit megfelel, de sehol nem találom még. Még mindig nem tudom pontosan, hogy mi hol van, melyik gomb mire való,
csak közben nézek, hogy valaki nekem tolasson. De jelenleg az autóban 581 km van, úgyhogy meglátjuk, hogy healthy a benzin, mennyit tudtunk vele menni. Amúgy a benzin már egy kicsit olcsóbb volt, 1 dollár 35 cent volt. A múlt héten 1 dollár 50 cent volt. 98-as a legdrágább, amit ugye szoktam vele tankolni, a legjobb benzint, általában szoktam tankolni az autókba. Úgyhogy én azt mondom, hogy kell váltanom pénzt, mert nincs apró, mindjárt megnézem. Aztán gyorsan megmosok, hogy most a kettő jetskit is hátul, látod? Váltottam pénzt, látod? Úgyhogy ezt most bedobjuk, és lemossuk. Megmostam! Szép tisztelet, nem törögettem, meg nem fogom most áttörögetni, mert jön az eső, ugye, úgyhogy sok értelme szerintem nincsen. Amúgy az autó azt írja ki, hogy a benzin 418 km-re elég, ugye attól függ, hogy vezetem, de ugye ez változik. Ugye, és megmutatom nektek az ablakot, hogy hogy néz ki ez a sötétítés, és hogy legális, vagy nem legális, csak várják kiszerep. Itt álltam meg amúgy, ott, látod, hogy jön ki ez a jetskis, aki az előbb most ott van a benzinkút, ott a mosó, itt meg itt van egy iskola, itt meg a busz megálló, bár... Én azt mondja, hogy ez egy iskolás busz megálló, hogyha nem, akkor már kikerül a busz, ugyanis itt be kell jönni. Ott a főút, és külön van itt egy ilyen busz megálló, ott meg megy ki a busz. De ma vasárnap van, úgyhogy nem hiszem, hogy jön senki. Na, már kiszállok, mert ezt megmutatom. Látod még? Tiszta víz. Végülis ez az ablak. Tehát ahogy mondtam, hogy ha rákerül a matrica ugye az oldalára, meg a tetejére, meg majd megmutatom nektek valószínűleg egybe, vagy lehet, hogy külön-külön, majd meglátom. Végülis az ablak sötétítéshez, ugye az elején nincs perc, hogy nincs lesötétítve, az oldala van neki lesötétítve, meg a hátulja. Ez a nem legális, ez az illegális sötétítés. Ez nem a nagyon-nagyon sötét, hanem ez a nagyon sötét egyel előtti, nagyon sötét előtt. Tehát nem ez a limuzin sötét, hanem az előtte lévő, de nem legális. Egy kicsit be lehet amúgy látni, attól függ, hogy megy be a fény fele itt az elején, ugyanis a szélvédő miatt, ugye a nagy fény miatt egy kicsit be lehet látni, de este egyáltalán semmit nem lehet bent látni. Amúgy a kerekét látjátok, valószínűleg, hogy nem fogom lecserélni, ugyanis többen mondták, hogy ne cseréljem le, meg szerintem pont megy az elejével, ugye ugyanolyan színe van neki, mint ugye a keréknek, meg a tükörnek is, tehát nem tudom, én azt mondom, hogy nem fogom fekete kerékre lecserélni, hagyom így valószínű. Aztán, csak ide várjál, leülök, ugyanis mutatom nektek, amit még akarok majd venni az autóba a belsejébe. Ilyen lábtörlőt, képzeld el, nem jött vele, a túloldalt a vezetői jött, én azt hittem, hogy jön az egész autó és nem jött vele, ami jött vele ilyen, ez az XR-es, várjál, mutatom innét, lehet, hogy jobban látjátok, látod, ilyen scuff plate, ez jött vele, a Mazdára ugye annak idején külön kellett rávennem. Ugye ilyen pár apróságot ugye szeretnék venni még a belsejébe, de legelső a matrica lesz, ugyanis az valószínű, hogy holnap vagy holnap után fel fogjuk rá tenni apukámmal, úgy néz ki. Aztán a tetejét lesz szeretném ugye feketét itteni erre a glossos feketére, és majd meglátjuk, hogy mondtam, a kerék lehet, hogy maradt tényleg, ugyanis lehet, hogy nem nézne jól ki vele. Aztán visszatérve a sötétítéshez. Ez 295 dollárba került az egész autót megcsinálni, és azért választottam ezt, ugyanis az egyel, ami nem ilyen sötét, én szerintem jobban be lehet volt látni, nem szeretem. A kián is amúgy ugyanez a sötétítés volt. Amúgy mióta van autóm itt Ausztráliában, az összes autóm le volt sötétítve. Azt hiszem, hogy az összes le volt sötétítve, és általában mindig ezt szoktam, nem általában, mindig ezt szoktam választani, ezt a sötétítést. A rendőr egyetlen egyszer nem állított meg, ugyanis hogyha megállít, vagy valami történik, akkor lehet, hogy megbüntet. Nem tudom, de annyit tudom, hogy illegális, ugyanis mondták, mikor csináltattam, hogy illegális ez az egész, csak tudjak róla, de azt mondták, hogy 80%-a az embereknek, aki megy sötétíteni, mindenki ezt rakadtatja rá. Úgyhogy én meg vagyok fel elégedve, egy kicsit sötétebb, nagyon nem látni, amikor ugye vezetek, tehát én szeretem. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint elmegyek gyorsan haza, és a Davis lehet, hogy még mindig alszik, de amint felébred, megebédelünk, aztán megyünk valószínűleg vásárolni. Oda nézzél, ki van itt. Látod, milyen lett a haja? Ugye mondtam, hogy anyukám tegnap levágta, legalábbis próbálkozott vele, és most ilyen szép, rövid lett. Kicsit olyan fiúsnak néz most már ki, nem olyan bébisnek, nem? Nézd, látod? Nem lett ugye mindenhol egyenletes, de jobb, mint volt. Legalábbis én szerintem jobb, mint volt. Várjál, innét erről a feléről is. Egy-kettő hajszál ugye itt-ott kilóg, a feleségem próbáltam a kiigazítani, de... Legalább le lett neki vágva, ugyanis rettentő hosszú volt, ugye láttátok is ilyen izzadós időben, nem a legjobb. Amúgy nekem is le kell vágni, megint kezd hosszú lenni, látod? Le akartam a vágni, amikor hazaértem a munkából, csak ugye Davis akkor ment el aludni, nem volt időm se, ugye. Úgyhogy talán majd ma délután. Amúgy képzeld el, ugye mondtam korábban, hogy jönnek a felhők, látod? Azt mondta, 4 óra körül idejére az esőzés. Majd meglátjuk, már éjszakára mondott esőt még, aztán holnap reggelre megint szép időt mondott. Ugye majd kiderül. Jelenleg más csinálunk, mint húzom a
pénztárcámat, hozom a kulcsomat, a telefonomat, ja, meg még ott elmegyünk, ugye elmegyünk, és visszaviszem a rovinadrágomat, ha nem is tudom, azt is még meg kell keresni. Gyorsan megosztom a videót, ugye a mai videót, amit ti most már láttatok, mert ez a holnapi videó, de na mire, úgyhogy gyorsan megosztom, megkeresem a gatyámat, és elindulunk. Mi a helyzet? Kint vagyunk a liftben, megyünk az autóba. Ja, nyílik az ajtó, vigyázz, figyelj. Mehetsz. Ja, várjál, itt megfogjuk kezemet, jó? És itt vigyázzunk, mert itt vannak autók, jönnek, mennek. Ja, jön az autó, nem erre. Ja, ez a miénk, látod, most már kezdi a Davis-t is megismerni. Nem el te vezetsz, én vezetek. Odaülsz hátra. Megvan minden. Legalábbis nagyon remélem, most van a nadrágot, aztán felpróbáltam a másikat is. Azt mondom, hogy fel, vagy visszaviszem mind a két gatyát, mert a méret jó, ahogy mondtam, de valahogy a lába, a, nem tudom, olyan szűk, tehát nem jó. Majdnem ledobtuk a kamerát, képzeld, épp hogy elkaptam itt a végénél fogva, már másodszor van, majdnem ledobtam az autó mosóba is. Amúgy végeztünk, visszavittem a két gatyát, menjünk vissza most az autóhoz, aztán megyünk, látod, itt az autó, szép fekete még mindig rajta az üveg, megyünk a szüleimhez és felvesszük a Lucas-t. Mi csinálsz? Ne rángass a kamerát, mert megint leesik. Ja. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, tehát itt a fülőbe bedugtam ezt a masinát, ezt a hajvágót, ugyanis ahogy mondtam, elég hosszú, látod a hajam nekem is. Nem tudom, hogy nem olyan hosszú, de nekem elég hosszú, úgyhogy most már le kell vágni. Arra várok, hogy ez most feltöltődjön, mert lekapcsoljuk a hűlet, de sötét lett, nem. Aztán nekiállok levágni a hajamat, a feleségem, nem is tudom mit csinál, valamit itt húzza, ja, húzza az ágyt, amit a Lukasznak a szobájába. Na szervusz, na mi a helyzet? Ti meg mit csináltok? Ezzel előbb kizártak itt a szobából, nem tudtam bejönni. Davis, hova mész? Rúgtuk az ajtót. Mit? Rúgtuk az ajtót. Ja, itt megint az ágyam. Ah, megint úgy néz ki az ágyam, te. Ez az oldal mész, jó? Ja, az az oldal. De a ti. Mi helyzet? Hát semmi. Te, neked is a hajdat meg kell majd, be kell majd állítani. Amúgy mikor lesz szombaton? Csütörtökön lesz, megint iskola buli lesz, ugye? Ja. De hány órakor kezdődik? Azt nem tudjuk, ugyanis fogalmunk nincsen a tanár, én elfelejtettem megmondani, azt mondta Lukasz, majd hétfőn megkérdezi. Úgyhogy menjünk iskola buliba, amúgy filmezzünk megint, vagy nem filmezzük megint. Jaj, a zöld haj megint! De mi lesz megint zöld haj? Megint zöld hajat akarsz? Ja, nem zöld, mi volt a másik, mi van meg? Piros, vagy nem tudom. Ja, de azt kidobtuk, mert nem jó. Ja, na minden, gondoljátok, ajjajjajját! Ne hülyéskedjél, ide futkarász ki össze-vissza. Ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, mit csinálsz? Videó alá, hogy szerintetek filmezzük megint az iskola bulit, vagy nem? Ugyanis szerintem ugyanolyan lesz, mint a másik, hogyha megyünk. Opa, úgyhogy, ezt a mai videót használom, hogy most lassan befejezem, közben nézem, esik az eső, vagy nem, látod? Még nem esik, már kezd felelős, vagy ne, csöpök! Csöpörök, még a végén igazuk lesz, hogy esni fog az eső. Úgyhogy ezt a mai videót használom, hogy lassan befejezem, ugyanis sok érdekes dolgot nem fogunk csinálni, levágom a hajamat, megvacsorázunk, ugye szokásos dolgok. Azt, ahogy mondtam, ide a videó alá, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy honnét vagytok, hogy honnét nézitek a videóimat. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!